Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Volkszählung und Jugendstrategie. Konferenz für Jugendliche veranstaltet. Die Kriegsgräber sind die größten Boten des Friedens. Ökumenisches Gedenken auf dem deutsch-ungarischen Soldatenfriedhof in Fünfkirchen. 15 Jahre, 65 Ausgaben. In Bayer wurde eine Ausstellung eröffnet. Buchpremiere. Ein Roman über die Schrecken. Auch dieses Jahr wurde die Jugendkonferenz in Organisierung der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen veranstaltet. Im Mittelpunkt des dreitägigen Ereignisses standen die Volkszählung und die Jugendstrategie. Die beinahe 40 Teilnehmer fühlen alles so, dass sie in der Gegenwart und Zukunft des Ungarndeutschtums eine Rolle spielen. Épp egy csoportmunka keretein belül gyűjtötték össze ezek a fiatalok az előnyöket és hátrányokat abban a kérdéskörben, hogy hogyan motiválható az ifjúság a népszámláláson való részvételre. A feladat az idei ifjúsági konferencia része volt, melyet a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezett Pilisvörösváron. Bálint Gyula Firátótról érkezett, most először vesz részt a találkozón. Gyula Firátót egy Veszprém közeli kis sváb település. Már nagyon kiskorom óta belecsöppentem a sváb életbe, különösen a kultúra terén, ugyanis én kiskorom óta harmonikázok, és ezzel próbálom gazdagítani a környék kulturális életét. Például jelenleg a Rátóti Nemzetiségi Kórus kísérője is vagyok, illetve számos környéki rendezvényen megjelenek. Gyula Firátót eredetileg nem tartozott azon települések közé, ahová nem németeket telepítettek be. A később a környéki falvakból Bándról telepítették át a németeket Rátótra. Ennek következtében keveredés volt a faluban, tehát azt tudom mondani, hogy körülbelül így dédszüleim szintjén még lehetett arról beszélni, hogy tisztán svábhez osztódott svábbal, de ez később ugye változott, és összefonódott a magyar, illetve a német kultúra. Bálint azt mondja, több oka is van annak, hogy eljött a konferenciára. Egyrészt úgy gondoltam, hogy nagyon jó lehetőség arra, hogy ismertségeket kössön az ember, illetve egy nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy azok a fiatalok, akik úgy gondolják, hogy nekik küldetésük van a nemzetiség terén, ők itt útmutatást kapnak, illetve egy olyan alapot, ami talán segít nekünk abban, hogy milyen irányba induljunk, hogy mi személyesen mit tehetünk a magyarországi németek közösségért. Én eddig nagyon-nagyon jól éreztem magamat. Azt tapasztalom, hogy mind a szervezők, mind a résztvevők nagyon, nagyon lelkesek, és egy igazán tartalmas programot valhatunk magunkénak. Ugyanis én nem számoltam, de mióta itt vagyok, nem volt egy unalmas percem sem, tehát valóban egy nagyon, nagyon izgalmas és tartalmas rendezvényről beszélünk. Viktória egy Fejér megyei kis településről, Újbarokról származik, anyai ágon tartozik a német nemzetiséghez. Ő már többször is részt vett a konferencián. A mi régiónkba pont Pilisvörösvár környékéről telepítették azokat, akik igazából ide érkeztek a svábencúgokkal, tehát a betelepítéskor, úgyhogy van egy kis kapcsolat itt a helytörténettel, és igazából az anyai ágon mi tőzsgyökeres újbarkiak vagyunk, úgyhogy igazából amióta oda betelepítették a családunkat, ott vagyunk. Én nagyon fontosnak tartom ezeket a konferenciákat, mert nagyon jó kapcsolatépítési lehetőség, illetve hogy megismerjünk más tapasztalatokat, hogy milyen jó gyakorlatok vannak a településeken, mert nagyon elszórtan van ugye a nemzetiségünk, és ilyen alkalmak viszont pozitívan hatnak arra, hogy hogyan tudunk aztán a későbbiekben együtt dolgozni.
És hát a motivációm igazából tényleg mindig az, hogy új arcokat nagyon jó megismerni, illetve akikkel már barátságok kötődtek, velük is találkozzak mindig. A háromnapos rendezvény központi témája a népszámlálás, amely a nemzetiségek szempontjából stratégiai fontosságú, mondja a szervező. Úgy éreztük, hogy nekünk is fiataloknak kell ezzel foglalkozni, hiszen ugye akik jelenleg köreinkben aktívak, a legutóbbi népszámláláskor még általános iskolások voltak, vagy jó esetben már középiskolába jártak, de nem igazán tudják, hogy mi ez a téma. Tehát egyrészt erről is volt szó, hogy, hogy milyen lesz ez a népszámlálás, milyen kérdések vannak a nemzetiségi léttel kapcsolatban. És egyébként a nagyobb része pedig a programnak, hogy megtaláljuk azokat az értékeket, amik mentén buzdíthatjuk a társainkat arra, hogy a népszámláláskor töltsék ki ezt a nemzetiségi részt is, és büszkén vallják magukat német nemzetiségűnek. Ugye a legutóbbi népszámláláskor kb. 185 ezer fő vallotta magát német nemzetiségűnek. Pontos számokat most nem tudok mondani, de hogy így nagyjából ez a nagyságrend, ez egyébként szerintem egy nagyon jó szám. Valójában egyébként ennél azért több magyarországi német van, de ugye az lenne a cél, hogy ez a szám ne nagyon csökkenjen, hanem inkább nőjön, és hát hogyan tud nőni, hogyha azt a korosztályt megszólítjuk, aki eddig még ebben nem vett részt. A fontos szakmai és kapcsolatépítő rendezvényt azoknak a fiataloknak rendezték meg, akik komolyan gondolják, hogy szerepük van a magyarországi németség jelenében és jövőjében, akár helyi, akár regionális vagy országos szinten. 79 exhumierte ungarische, 205 deutsche und 7 kroatische Soldaten sowie 3 Opfer von 1956 liegen in der vor 30 Jahren eingeweihten Parzelle des kommunalen Friedhofs in Fünfkirchen. Der Fünfkirchner Kulturverein Nikolaus Lenau und die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen organisieren seit 1991 jedes Jahr am 2. November ein ökumenisches Gedenken mit Kranzniederlegung um die Seelenruhe der auf dem deutsch-ungarischen Friedhof ruhenden Opfer. Dieses Jahr wurde die Gedenkrede vom Honorarkonsul Österreichs Dr. András Hochmann gehalten. A hadisírok a béke legnagyobb hírnökei. A Nobel békedíjas orvos Albert Schweitzer szavai örökérvényűek. Magyarország területén a II. Világháborúban mintegy 53 ezer német katona vesztette életét, vagy tűnt el nyomtalanul. Sok elesett katona földi maradványa építkezések során kerül elő, de temetőkben is végeznek feltárásokat, hiszen a II. Világháborúban meghalt magyar és német katonák sírját semmi sem védte a rendszerváltozás előtt, legtöbbjük sírjele eltűnt. A pécsi köztemetőben lévő II. Világháborús magyar-német katonatemető avatása éppen 30 évvel ezelőtt, 1991. júniusában történt. A parcellában a Baranya és Tolna megyéből exhumált magyar, német és horvát katonák, valamint 1956-os áldozatok nyugszanak. Az exhumálások szervezése, a katonatemető tervezése és kivitelezése, valamint az első emlékünnepségek előkészítése Árvai András pécsi mérnök, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség akkori Magyarország képviselője nevéhez fűződik. Az én családomban is végigharcolták az első világháborút, meg a második világháborút. Apám 8 éves koromban ismertem tulajdonképpen meg. Ez készítette arra, hogy amikor a nagy szakmámat abba hagytam, a cégnek voltam a főmérnöke, és megkapott azt, hogy ezt rendbe kellett tenni, és akkor volt rá lehetőség ezekre a dolgokra pénzt szerezni, és a kivitelezést irányítani. A fenntartását ennek a temetőnek és a kivitelezését a Német Hadisírgondozó Szövetség finanszírozta, és ma is a Német Hadisírgondozó Szövetség finanszírozza a fenntartását. A pécsi köztemetőnek, hála Istennek, nagyon
telkes gárdája nagyon rendben tartja ezt a katonatemetőt. A Pécsi Lénau Közművelődési Egyesület és a Pécsi Német Önkormányzat 1991 óta évente koszorúzással egybekötött ökumenikus megemlékezést szervez a Nagy Árpádi Ritter Fúvós zenekar közreműködésével. Idén az emlékbeszéd megtartására dr. Hohmann Andrást, Ausztria tiszteletbeli konzulját kérték fel. Tudjuk, hogy a halál elviselhetetlen titok megdermeszti az emberi szívet. Gyökeres és végleges változás. Mozdulatlansággá változik a mozgás, csendi az élet lüktetése, a halál az egész ember végét jelenti abban a formában, ahogyan ismertük. Az ember úgy tér vissza a földbe, úgy válik porrá a teste, mint az őszi szél. Emlékezzél, ember, porból és porrá leszel, mondja az első emberpárnak a teremtő Isten, és hangzik-e szó minden ember fölött azóta is, ha sírba tér. Itt is, ahol most állunk a pécsi temetőben, ősi halottak katonák sírjai vannak. Szám szerint 294, ebből 79 magyar, 205 német, 7 horvát és 3 fő 1956-os áldozat nyugszik. A sírokban nyugvó katonák személye számunkra ismeretlenek, de voltak, akik ismerték és hazavárták őket. Szeretteik hiába várták haza a gyermekeiket, vőlegényüket, férjüket, a gyerekük apját. A sok-sok év telt már el, könnyeik felszáradtak ugyan, de a háború annyi elviselhetetlen megpróbáltatás, gyászt hozott, hogy lehetetlen elfelejteni. Nem kellett volna így történnie. Fontos megemlékeznünk a hősökről, akik sorsukkal utat mutathatnak a következő generációk számára. 15 Jahre, 65 Ausgaben. Mit diesem Titel wurde am Mittwoch eine Ausstellung im Ungarndeutschen Bildungszentrum in Baja eröffnet. Die erste Ausgabe der deutschsprachigen regionalen Zeitung Bácska Spuren erschien im November 2004 mit dem Motto Spuren suchen, Spuren hinterlassen. In diesem Sinne wird vierteljährlich über kulturelle Veranstaltungen der ungarndeutschen Siedlungen im Komitat Bácskiskun und über Aktualitäten in der ungarndeutschen Szene berichtet. Einen wichtigen Teil der Zeitung bilden historische Rückerinnerungen sowie ungarndeutsche Gedenkstätten. Man findet aber auch Rezepte von schwäbischen Gerichten, Geschichten in Bácska Mundart, humorvolles oder Sprachrätsel. Ziel des Herausgebers der Stiftung für die Ungarndeutschen in der Bácska ist, die Kohäsion in der kleinen Gemeinschaft zu stärken sowie den öffentlichen Gebrauch der deutschen Sprache zu fördern. Eine besondere Ausstellung wurde im Ungarndeutschen Bildungszentrum in Baja eröffnet. Ja, es ist für uns eine sehr große Freude, dass im Ungarndeutschen Bildungszentrum eine ganz besondere Ausstellung heute eröffnet wird. Diese Ausstellung ist deswegen eine besondere Ausstellung, denn es gibt hier Fotos, ist eine Fotoausstellung, aber aus den Titelseiten von einer Zeitschrift. Diese Zeitschrift ist die Bácska Spuren und das war der Anlass zu dieser Ausstellung. Es ist nämlich so, dass die Bácska Spuren 15 Jahre lang, schon seit 15 Jahren immer wieder erscheint, viermal in einem Jahr. Es sind also schon 65 Exemplare, 65 Nummern erschienen. Redakteur Alfred Manns betonte in seiner Begrüßungsrede das Motto der Zeitung: Spuren suchen, Spuren hinterlassen. Herr Alfred Manns, der Redakteur der Bácska Spuren ist, hatte die Idee, dass wir dieses schöne Ereignis, die 15 Jahre, mit einer Ausstellung feiern könnten. Das habe ich sehr gerne unterstützt, denn ich finde, dass das ein Anlass ist zum Feiern, dass in einer Region, wo Ungarndeutsche leben, eine Regionalzeitschrift gibt, wo die Tätigkeiten dokumentiert werden, was die Ungarndeutschen ausführen, wo die Vergangenheit der Ungarndeutschen dargestellt und erzählt wird. Ich denke, das ist ein Anlass zum Feiern. Dann habe ich aber überlegt, wie wird eine Ausstellung aus Zeitschriften. Und wo ich aber dann diese Bilder gesehen habe an den Wänden von dem Flur des Ungarndeutschen Bildungszentrums, ich war sehr beeindruckt.
denn diese Titelseiten, diese Fotos funktionieren sehr gut auch als Ausstellungsgegenstände. Die sind sehr schön. Ich bin natürlich voreingenommen, könnte ich sagen. Ich begleite nämlich dieses Projekt seit dem Anfang, seit 2005. Manchmal schreibe ich auch Artikel oder ein paar Berichte in die Bajcker Spuren oder ein Foto. Wenn ich ein schönes Foto habe, dann erscheint das in den Bajcker Spuren, so wie von anderen begeisterten ehrenamtlichen Journalisten in Anführungszeichen. Wir sind nämlich keine Journalisten, wir sind begeisterte Ungarndeutsche, die gerne berichten darüber, was passiert ist. So, ich finde, die Ausstellung ist sehr schön gelungen und das ist wirklich sehr würdig, zu diesem Anlass passend, dass wir uns freuen, dass es diese regionale Zeitschrift gibt. Warum freuen wir uns darüber hier im Ungarndeutschen Bildungszentrum? Deswegen, weil unsere Aufgabe ist auch, was wir sehr gerne auf uns nehmen, dass wir die Identität der Ungarndeutschen am Leben erhalten, dass wir das weitergeben, dass wir die Ungarndeutschen Traditionen, die deutsche Sprache hier pflegen und den nächsten Generationen weitergeben und die Ungarndeutschen als Gemeinschaft erhalten. Und genau diese Ziele verfolgt auch Bajcker Spuren. Das Ungarndeutsche Bildungszentrum unterstützt diese Zeitschrift. Der Herausgeber ist eine gemeinnützige Stiftung für die Deutschen in der Bajka. Und es wird unterstützt von deutschen Selbstverwaltungen. Es sind nämlich viele Pädagogen und auch Schüler, die auch Artikel schreiben in dieser Zeitschrift und die dann auf den Bildern erscheinen. Denn es wird sehr oft auch darüber berichtet, was in diesem Bildungszentrum passiert. Ich denke, das ist die größte Freude eigentlich, dass es etwas gibt, dass es vieles gibt im ungarndeutschen Leben hier in der Region Bajka, über die man berichten kann. Wenn man darüber berichtet, dann kann das auch andere motivieren. Und ich denke, das ist sehr schön und das stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. Und deswegen freue ich mich, dass diese Ausstellung heute eröffnet wurde und dass die Bajker Spuren schon seit 15 Jahren immer wieder herausgegeben werden. Und ich hoffe darauf, dass das weiterhin so gehen wird. Ziel der Bajka Spuren ist, die Kohäsion der lokalen deutschen Gemeinschaft zu stärken und den Gebrauch der deutschen Muttersprache auch in der Alltagskommunikation zu fördern. In der Geschichte der Schwaben im Talboden war das Schloss Apponin-Lendl ein Ort von Schrecken, über die von den Überlebenden fast nie gesprochen wurde. Das Gebäude wurde lange Zeit als eine Art Konzentrationslager erwähnt. Über die Geschehnisse hat Tomasz Becker aufgrund von Erzählungen seiner in Kleinmanok lebenden Großmutter einen Roman in deutscher Sprache geschrieben. Zur Buchpremiere versammelten sich Interessenten in der Siedlung. Bonyhától és környékéről 1946 nyarán telepítették ki az itt élő németeket. Sokukat először a lengyeli Aponyi kastélyba szállítottak, amelyből egyfajta gyűjtő a németség megítélése szerint koncentrációs tábort alakítottak ki. Aki ide került, nem tudta, mi lesz a sorsa. Deportálás lesz az osztályrésze, vagy sosem kerül ki a falak közül. Akik hazatértek innen, nem beszéltek sokáig mindarról, amit itt átéltek. Csak évek alatt foszlányokból állt össze a történet. Becker Tamás nagymamája túlélője volt a borzalmaknak. Az ő elbeszélése alapján írtam én ezt a regényt. 1945-ben az volt a terv, hogy a svábokat innen el kell űzni, elviszik őket. És akkor a lengyeli Aponyi kastélyban kialakítottak egy, először úgy volt, hogy internáló tábor, és akkor Bodor György levele alapján tudtuk meg, hogy egy koncentrációs tábort alakított ki az ott élő, tehát az ott összegyűjtött sváboknak. Ő négy községből egy pár nap alatt több száz embert, akár ezer embert is oda összegyűjtött a lengyeli kastélyba, hogy hát majd sorsukra hagyják. Ugye a könyvbe is leírom, hogy senki nem tudta, hogy mit csinálnak velük. Sokan azt mondták, hogy el leszünk égetve, mint a zsidókat is elégették, hogy svábokat el. Tehát ez volt a fő cél. Becker Tamás regényt írt a történelmi események és nagyanyja emlékezetének felhasználásával.
Vannak olyan svábok, meg kell mondani őszintén, hogy akiknek a családtagjaik vagy nem voltak érintve, vagy sikerült elbújni, és erről az egészről nem sokat tudnak, mert akik hazajöttek onnan, mondták, hogy csönd van, meg minden, nem beszélünk róla. De az én mamám nem ilyen volt, ő elmesélte nekem egész életemben, hogy ez hogy volt. Ilyen kis szakaszok mindig jöttek, hogy ez volt lengyelen, az volt lengyelen, és így összeállt az egész. Remélem, hogy aki elolvassa, annak ellenére, hogy egy személyes történet, de egy történelmi keretet adtam neki. Tehát mindig egy olyan ember volt én előttem, hogy olyannak írom, aki még semmit nem hallott erről. Majdnem, hogy a nyomdába volt, akkor jöttek még történetek, kismányoki történetek, amik még oda passzoltak, és akkor még azokat beleírtam. Igen, más embereknél is jártam, utána érdeklődtem, sőt, a könyv végén versek is vannak, nem csak saját verseim, hanem kismányoki emberek versei is, és megkérdeztem a hozzátartozókat, leszármazottakat, mert ők már nem élnek, szegények, hogy szabad-e berakni a könyvbe, és akkor mondták, hogy igen. A könyv a kismányoki német önkormányzat gondozásában került napvilágra. Simon Lászlóné elnök véleménye szerint a helyieknek nagyon fontos volt, hogy a történetek és az események továbbadódjanak. De ez nem csak a kismányokiakat érintette, hanem a környező falvak svábságát. Na most mi abban az úgymond előnyben részesültünk ebből a szempontból, hogy édesanyám és a legtöbb rokonunk ott volt lengyelen. Tehát a Becker Tamásnak volt egy kézirata a Fiókban, ami ezt a témát dolgozza föl, ami tulajdonképpen a magyar történelemben egy fekete folt. Mert se történelemkönyvben, se irodalmi műben erről hallani nem lehet. És a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT tavaly ősszel kiírt egy pályázatot, aminek a feltétele volt a saját anyanyelven írt irodalmi mű megjelentetése. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt a német önkormányzatnak fel kell vállalnia, hogy az utánunk jövő generáció is tudomást szerezzen erről, hiszen már a mi generációnk is csak elbeszélés alapján ismeri a történetet, és nem szeretnénk, hogyha ez feledésbe merülne. Az alkotó a könyvet nagyanyja is mindazok emlékezetének szentelte, akik megélték a lengyeli tábor borzalmait. Sokan nem tudták továbbadni az ott történteket, vagy mélyen elejtették magukban a fájdalmukat. Ich bedanke mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!